Köszöntöm nézőinket, elsőként lássuk mai híradónk tartalmát röviden. SZEI, az országban egyedülálló elektronikus lelet lekérdező rendszer. Halottak napja, nagy forgalom várható a temetők környékén. Felvételi, megjelent a Móricz Zsigmond gimnázium tájékoztató füzete. Szentendre város egészségügyi intézményeiben az idei évben komoly informatikai bővítésre került sor. Ennek első lépéseként idén áprilisban lecserélték a beteg adminisztrációs rendszert. Nyár elejétől nyílt lehetőség az online előjegyzésre, valamint ekkortól tekinthetik meg a házi és gyermekorvosok a praxisukba tartozó páciensek leleteit. A házi orvosoknál korábban megismert elektronikus lelet lekérdező rendszert immár a rendelőben megjelenő pácienseknek is biztosítani tudják. A regisztrált páciensek elektronikusan is lekérhetik elkészült leleteiket. Az elkészült laborleletek is azonnal lekérhetők elektronikus úton. Emellett a személyes bejelentkezést is megkönnyíti egy új elektronikus sorszám osztó oszlop. Ez része egy új orvosi programrendszernek. Tehát a korábbi rendszerünk az sok mindenben már nem volt elég korszerű, ezért közbeszerzést írtunk ki egy olyan rendszerre, amely árban nem drágább, de többet tud. Ez a többet tud abban nyilvánul meg, hogy jelenleg a házi orvosok, illetve a betegek lekérdezhetik az adataikat a mi számítógépes rendszerünkről, és ez a röntgenképet is jelenti, tehát megjelenik a panoráma röntgentől a mellkas röntgenig, ha eltört a lába, a törésképe, az írott lelet, a laborlelet, tehát mindezt ő otthon meg tudja kapni. A házi orvos pedig, ha bejelentkezik a rendszerünkbe, akkor letölti ezeket az adatokat. Tehát be se kell neki írogatni a beteg leleteit, hanem ez mind beépül az ő rendszerébe. Na most ennek része ez a ehhez kellett vásárolni, de ehhez kapcsolódik a Totem oszlop, amely egy érintőképernyős oszlop, mint a bankokban, a bejárattól jobbra található. Előjegyzett betegeknél, hogyha már előtte járt nálunk, kap egy vonalkódot. A vonalkóddal tulajdonképpen az oszlopon, ha a vonalkódjával beregisztrál, akkor az oszlop ellenőrzi a jogosultságát az egészségpénztárnál, és azonnal kiadja számára azt a számot, amivel már mehet is a rendelésre. Nem szükséges a recepcióra fáradnia. Országosan is egyébként most az egészségügyi kormányzat ezt tervezi, tehát 16-ban ezt be fog indulni országosan is. Az a cél, hogy ha egy beteg valahol rosszul van, akkor a mentős vagy az első észlelő orvos tudja, meg tudja nézni, hogy mi történt a beteggel korábban. Ez egy fantasztikusan jó dolog, és nagyon ideje, hiszen Ausztriában már nagyon-nagyon régóta erre van lehetőség. Ezzel tényleg életeket lehet megmenteni. Most ezt csináljuk most mi kicsiben, és ez a rendszer tud majd kapcsolódni az országos rendszerhez. Az az új orvosi programrendszer, aki nálunk a közbeszerzésen most győzött, ő az, aki szintén majd egy részese lesz ennek az országos programnak, tehát akkor már nem kell új programra váltanunk. Nemrégiben egy adományozónak köszönhetően egy kültéri defibrillátort helyeztek el a szakorvosi rendelő épülete előtt. Orvos technikai cég, akitől ezt kaptuk, és aki egyébként az egyik legnagyobb orvosi műszer cég, ami nekünk nagyon jó, hiszen ide fizeti az iparüzési adót, ajánlotta nekünk ezt, hiszen látta, hogy erre szükségünk van, és kérte, hogy valami jó helyet biztosítsunk, gondolkodtunk sokáig, hogy esetleg a Városházára keresgettük a helyét, de végül is kaptunk tőlük egy monitort, illetve egy ugye őrzőkészüléket, hogy most azért figyeli ez a monitor, hogy ne történjen baja. Ezt is kaptuk tőlük, úgyhogy így tudtuk vállalni, hogy a SZEI-nek a bejáratához helyezzék el. Hát nyilván az orvosi rendelőt keresik meg hétvégén is, még akkor is, hogyha nem tudják, hogy nincs nyitva, tehát ez itt egy megfelelő hely.
A szakorvosi rendelőben működik az egynapos sebészet is, ahol a betegek általában rendkívül elégedettek az ellátással. Hál' Istennek a Vince Lászlótól kaptunk egy papírmerített vendégkönyvet, úgyhogy abban láthatjuk a visszajelzéseket. Abszolút pozitív, nagyon jó csapat is, nagy szerencsénk van, nyilván nem csak szerencse kellett hozzá, hanem kutatás is, de kiváló orvosok, és hát az altató orvosunk Cserna Géza pedig mindenki által nagyon kedvelt szentendrei lakos, aki Amerikából tért haza, és még kicsit töri is a magyart, de előny, hogy tanítja a személyzetet angolul. Nagyon jó szakember és nagyon kellemes ember, és a betegek nyugodtak, érzik a biztonságot mellette. A sebészeink is olyan szakemberek, akik országosan is elismertek, tehát ebben nagyon jól állunk. Minden, ami egynapos sebészetben végezhető, ez egy külön előklinikai program, hogy mi az, amit szabad. Ezt minden évben kiadják azoknak a műtéteknek a listáját, hogy mit szabad itt elvégezni. Az érsebészeti műtétek, viszérműtétek, sérvek, szemészeti műtétek, ortopédiai, traumatológiai, bütyök, kalapácsúj, kézsebészeti különböző letapadások, lipómák, tehát ilyen kis zsírmirigy eltávolítások, kisebb csontból csavarok kivétele, számtalan olyan nőgyógyászati, egészségügyi műtétek, terhesség megszakítást nem végzünk, ezt nem szerettük volna, de azt gondolom nem is ide, nem is a mi profilunk. Úgyhogy nagyon, a szemészeti műtétek nagyon látványosak, néhány óra múlva már mennek haza, és teljesen panaszmentesek. És hát ott közben nézik a tévét, amelyen a szentendrei művészek különböző képei jönnek fel, úsznak be a képbe, úgyhogy arra ébrednek a betegek. A SZEI-ben a néha hosszúra nyúló várakozási időt is szeretnék minél kellemesebbé tenni a betegek számára, ezért nemrégiben megnyílt a galéria, ahol helyi festők képeiben gyönyörködhetnek a páciensek, illetve ingyen wifi is rendelkezésükre áll. Minden szentek és halottak napja alkalmával sokan indulnak útnak, hogy felkeressék elhunyt szeretteik nyughelyét. Annak érdekében, hogy az előttünk álló hétvége a megemlékezésről szóljon, fokozottan figyeljünk oda a közlekedésre és értékeinkre is. A hétvégén országszerte megemlékeznek a családok elhunyt szeretteikről, minden szentek és halottak napja alkalmából. A temetőkben sokan keresik fel elhunyt hozzátartozójuk sírhelyét, hogy elhelyezzék a megemlékezés virágait és mécses gyújtsanak. A szentendrei köztemetőben meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket. A temető üzemeltetője az őszi munkálatokat már jóval korábban megkezdte, folyamatosan figyelnek a sírkert gondozására, hogy mindenki méltóképpen emlékezhessen halottaira. Folyamatos a levéltakarítás, a szemetelés, most halottak napja körül megnövekszik a temető látogatóinak száma. Folyamatosan ürítjük a konténereket, szállítjuk el a szemetet, akár napi szinten is. Ügyeleti nyitvatartásunk van, az üzemeltetői iroda reggel 8 órától este 6 óráig van nyitva, hétvégén 9 órától 6 óráig. Aki nincs tisztában a sírhely megváltással, vagy esetleg sírhelyet keres, hozzátartozónak a sírhelyét keresi, befáradhat az üzemeltetői irodába, és állunk rendelkezésére bármilyen tájékoztatással. Célszerű a esetleg régi számlát, kiállított számlát megkeresni, hogyha mégsem találják, akkor nyilvántartásunkba utána tudunk nézni, és meg tudjuk pontosan mondani, hogy mikor jár le a sírhely, vagy esetleg lejárt-e. Van a temető parkolójánál egy hátsó parkoló rész, azt is igénybe lehet venni. Autóval hétköznap lehet bejönni a temetőben, szombat és vasárnap csak rokkant kártyával rendelkezőket tudunk beengedni.
a megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalom irányítása, valamint az ilyenkor előforduló bűncselekmények megelőzése érdekében a rendőrség és a közterületfelügyelet megerősített szolgálattal készül, különösen a köztemetők, virágárusító helyek, valamint a tömegközlekedési központok környékén. Közterületfelügyelettől kint szoktak lenni a halottak napjakor, ők irányítják a forgalmat és az autósokat segítik a parkolásban. Mindenképpen szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy a gépjárműbe értéket, táskát, kabátot semmit ne hagyjanak, sőt a temetőn belül is, ha esetleg elmennek vízért, akkor sem hagyják a sírnál a táskát, mert sajnos ilyenkor megnövekszik a bűncselekmények száma. Az áldozattá válás elkerülése érdekében figyeljünk embertársainkra is, hogy a hétvégi megemlékezés békés és nyugodt legyen mindenkinek. Megjelent a Szentendrei Móri Zsigmond Gimnázium felvételi tájékoztató a jövő tanévre. A nyolcadikos tanulók és szüleik a kiadványban valamennyi továbbtanulással kapcsolatos fontos információt megtalálhatnak. Részletekért, személyes élményekért szeretettel várnak minden érdeklődő diákot és szülőt az iskola aulájába 2015. november 6-ára 18 órára felvételi tájékoztató délutánra. Ezen a késő délutánon az igazgató úr az iskola diákjaival, pedagógusaival körülbelül egy óra időtartamban bemutatja az iskola képzési kínálatát, a felvételi eljárás rejtelmeit. A résztvevőknek lehetősége lesz egyéni kérdések, helyzetek megbeszélésére a plenáris rész után igazgató úrral és két helyettesével. Itt hangzik el először tájékoztatás a nyílt napokról, és ettől a naptól lehet jelentkezni a felvételi tréningekre is. 17 órától lehet a helyszínen megnézni, bejárni a gimnáziumot, ebben a kalauzolásban a tanulók is segíteni fognak. A felvételi tájékoztató elektronikus változata elolvasható az iskola honlapján, a nyomtatott füzet megvásárolható az iskola portáján. Ilyenkor ősszel is, főleg jó idő esetén sok turista keresi fel a környékbeli erdőket, de ilyenkor sem árt néhány tanácsot megfogadni, mielőtt útnak indulnak. Az őszi erdő is gyönyörű és csalogató a kirándulók számára. Az erdő önmagában nem veszélyes Magyarországon, de az emberek sokszor könnyelműek, mert alulbecsülik a mégis számba jöhető veszélyeket. Ősszel is nagyon sokan látogatnak ki a környékbeli erdőkbe, mind a pilisi, mind a budai hegyvidékben lévő erdőkbe. Ilyenkor inkább már hétvégére tevődik a látogatásoknak a nagyobbik hulláma, illetve pontosan ezen a héten az őszi szünet miatt nagyon-nagyon sok turista érkezik a parkerdőhöz, és ilyenkor is tulajdonképpen fölkészülve várjuk a kedves látogatókat. Legfőképpen a saját mindenki saját maga védelmében azt mondanám, hogy jól öltözzön föl, válassza meg jó a ruháját, rétegesen öltözzön, ha reggelek hűvösek, a hegyeken azért bármikor jöhet egy hűvösebb fuvalat, ha az ember meg van izzadva, egy-két réteg ruha van rajta, lehet, hogy könnyen megfázik. A lábbeli megválasztása nagyon fontos, ilyenkor azért már föl van ázva az erdőtalaj, ez tulajdonképpen nem tud már kiszáradni, vagy egy jó pakancsba kell elmenni gumicsizmába. Ha valakinek egyébként rosszabb okája, mindenképpen a pakancsot ajánlanám. Ilyenkor már kevesebb kullancs tapasztalható, de a fagyok beálltáig tulajdonképpen előfordulhat bármikor. Nemrégiben két turista Tahitót falunál tévedt el az erdőben, ők szerencsésen megúszták, a rendőrség és az erdészet munkatársai megtalálták őket, de fontos, hogy felkészületlenül ne induljunk útnak. Én azt gondolnám, hogy mindenki készüljön fel egy kis időt szálljon arra, hogy a túrázás előtt megnézze, hogy merre szeretne menni, gondolja végig, nézze meg azokat a pontokat, amiket meg fog találni út közben, és hogyha a turista útról nem térünk le, akkor azért úgy gondolom, hogy nem fog eltévedni senki sem. Tervezzük meg időben is ezt, ne este induljunk el, ne napjuk előtt egy órával induljunk neki egy 3 órás túrának, mert akkor könnyen gondba keveredhet az ember. Egy idő után persze aztán csak megtaláljuk valahogy az eltévedt turistát, a hatóságok csak megtalálják, de nagyon sok kellemetlenséget okozhat ez. Legfőképpen azt gondolom, hogy a rendőrségnek is, de felénk is lehet ezt jelezni.
Ugye nálunk állandó ügyfélszolgálat 24 órás nincs, de természetesen, hogyha nagy probléma van, volt már ilyen a rámszakadékban, biztos emlékeznek néhány évvel ezelőtt, akkor nyilván azonnal tűnik is kimennek a kollégák, és akkor segítjük a rendőrség munkáját is. Terepismerettel igazából, valódi terepismerettel mi rendelkezünk egyébként. Ha van okostelefon a GPS-ben lévő koordináták, például hasznos információt adhatnak. A szentendrei erdészet 6000 hektáron végez erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást pedig összesen 8000 hektáron. Az erdészet területe a főváros közelsége miatt rendkívül kedvelt kirándulóhely, a leglátogatottabb pihenőhelyek a Lajos forrás és környéke, a Kőhegy hegytető parkoló Pilis-Szent László mellett, a Holdvirágárok, mely az 1999-es nagy nyári árvizek után és sokat megőrzött vadregényességéből. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, de addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!